ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül első zsengeként. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi megváltó úrunk, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Húsvéti istentiszteletünket fennálló énekkel kezdjük és énekeljük a 186-os számú énekünket, 186. dicséretünket énekeljük. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Dicséretünket keressük ki testvéreim, énekeljük a 347. dicséretünk első, második és harmadik versét, a 347. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. Első verse így kezdődik, Jézus ki a sírban halál, általad meghol a halál. Thank you.
Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le ránk, égi lángod járja át szívünk és szánk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, kedves televíziót néző testvéreink, Istennek igéjét húsvét szent ünnepén, Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részéből, az első 8 versből olvasom. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét, és alázatos szívvel és lélekkel figyeljen az ige szavára. A harmadik évezred első húsvétján, testvéreim, Istennek igéje eképpen szólítja meg a jelenlévő gyülekezet minden tagját, és mindazokat, akik a televízió előtt nézik majd ezt az Isten tiszteletet. Máté evangéliuma 28. részének első versétől így szól Isten igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Imé megmondtam néktek. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, gyertek, hajtsuk meg a mi fejünket, imádkozunk az örökkévaló Istenhez, hogy a hallott ige eljusson a mi szívünkbe, és a mi lelkünkbe. Gyertek, így imádkozzunk. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amit az első húsvét hajnalán cselekedtél. Dicsőítünk a te nagy tetteidért, a teremtés csodájáért, a keresztből áradó, szabadító erőért, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámasztásáért. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy élsz. Köszönjük, hogy oly sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk már. Dicsőítünk téged azokért, az életjelekért, amiket önmagadról adsz. Kérünk, hadd várjék ez az Isten tisztelet is azzá. Te magad, az élő, diadalmas Úr, állj meg itt közöttünk. Nyisd meg szemünket, segíts hinni, tedd világossá az örömhírt, és taníts meg örülni az örömhírnek. Formáld át gondolkodásunkat, életünket. Emeld fel a mi földhöz tapadt tekintetünket. Szabadíts ki önmagunkat körülvevő tehetetlen forrásból, forgásból. Hadd csodálkozzunk el a csodákon, hadd lássunk meg téged, hadd ismerjünk fel annak, aki valóban vagy. Hadd tudjunk mi is hódolni előtted, imádni téged, mint ezek az asszonyok, s hadd változzék meg az életünk a te közeledben. Kérünk téged, hogy te magad taníts minket most a te feltámadásod titkára, és segíts el minket arra az új életre, amit emberré léteddel, kereszt haláloddal és dicsőséges feltámadásoddal hoztál el nékünk. Ámen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg az énekkart.
Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, ahogy az folytatódik az előbb felolvasott Máté írása szerint írt Szent Evangélium 28. részének 8. versétől. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. S íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, hogy milyen utat kellett megtenni ezeknek az asszonyoknak, akik először találkoztak Jézussal, a feltámadott dicsőséges Urunkkal. Erről lesz most szó ezen a husvéti Isten tiszteleten. Ennek az útnak az elejéről még azt olvassuk: csöndes, csüggett, szemlélődő asszonyok azok, akik ott vannak Jézus Krisztus sírjánál, miközben oda hengerítik a követ, majd még ott maradnak, és ezt olvassuk róluk az előző fejezet végén. Az asszonyok pedig ott voltak, ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek, régi fordítás szerint, akik szemlélődtek. Arimátiai József odaadja maga sírját Jézusnak. Az asszonyok ott ülnek a sírral szemben, visszagondolnak még azokra az eseményekre, amik történtek azon a napon, nagypénteken, és nyilván ez a lelkület rájuk vetődik még nagyszombaton is, sőt vasárnap hajnalban is. De mégis azt olvassuk, hogy ebből a csöndes, szemlélődő asszonyokból örömöt kapott, boldog hírnökök lesznek, akik félelemmel és nagy örömmel, de rettegéssel mégis viszik az örömhírt: Jézus Krisztus feltámadt. Függetlenül attól, hogy a tanítványok hisznek, vagy nem hisznek ennek. Hiszen tudjuk, mert ezt is elénk adja nagyon tisztán, egyszerűen és világosan a Szentírás, hogy tudnilik, még a tanítványok is Jézus Krisztus feltámadását asszonyi fecsegésnek vélték. Szemlélőkből hírnökökké. Hogyan lehet ez? Az az út, amin Jézus végigvezette őket ott akkor, az első husvétkor, nyitva van előttünk is, és erre az útra hív minket most. Azért jöttünk ma ide,
Három gondolatban nézzük meg ennek az igének az üzenetét. Miért mentek ki ezek az asszonyok? S talán már az általános iskolás gyermek is, amelyik ismeri a Biblia történeteit, azonnal rávágja, hát azért, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Igen ám, de a Márti evangéliumából nem derül ki, hogy mit visznek az asszonyok a kezükbe. Ők csak úgy kimentek. Márti így adja elénk. Az angyal ugyan ismerte a szívüket, s a szívüknek a titkát, és azt mondja, hogy tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. De miért? Miért keresik a megfeszített Jézust? Kár ezt feszegetni. Ez csak az az ember érzi, aki megkapta Jézustól az új életet, megkapta bűneinek bocsánatát, de bármelyikünké lehet ez. Jézustól magától megkapni az életet, csak az ismeri igazán azt, amiben ezek az asszonyok is voltak. Az ember érez szívébe megfoghatatlan hálát, aki megtapasztalta életébe Isten szeretetének, Krisztus szeretetének mérhetetlen melegét. Ezek az asszonyok lassan hazakészülnek, hiszen az ünnepnek vége, tudjuk, hogy a zsidók a szombatot ünnepelték, de még egyszer, mielőtt elindulnának az ország északi részébe, azaz haza, Galileába, azelőtt még egyszer kimennek oda a sírhoz. Miért? Te miért szoktál kimenni édesanyád sírjához? Te miért mész ki? Férjed, feleséged, szüleid, nagyszüleid sírjához. Miért? Nem az diktálja az értelem, hogy felesleges. És mégis kimegyünk. Húsvétkor, vagy húsvét előtt, vagy ősszel, vagy nyáron. Miért? Miért? Mert szeretted. Miért? Mert ragaszkodsz hozzá még a halálában is. Mert drága volt neked. Mert úgy szeretett, ahogy a földön senki, egyedül csak Isten. És Isten után legjobban az édesanya, édesapa is a szülők. És meg annyi szál, ami összeköt veled. Miért mennek ki az asszonyok? Meg ezután a kudarc után, ami történt, ott nagy pénteken. Egy hete virágvasárnap még azt olvastuk, hogy nagy örömmel, ujjongással vannak Jézus körül a virágvasárnapi tömeg emberei. Hozsánna Dávid fiának. Jön nagy péntek, elfutnak mellőle tanítványai, keresztre feszítik. Ilyen kudarc után érdemes kimenni megint, vagy még egyszer oda a sírhoz. Miért mentek ki? Mert valami keresés van bennük. Azok után is, ami történt. A kudarc ellenére is. Mindazok ellenére, amit műveltek Jézussal a katonák, hogy tövisből koronát fontak, fejére húzták, ruháját levették, köpenyt adtak rá, kezében nágypálcát, te vagy a zsidók királya, játszottak vele, a királyok királyával, az Istennel. És erre nem szól semmit, csak ezt mondja Jézus, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És utána visszaadta lelkét az atyának. Érdemes egy ilyen kudarc után kimenni oda? Igen, mert valami keresés volt bennük mindezek ellenére. Valami, ami olyan mélyről jött. És a csodálatos azt testvéreim,
miközben ott van ez a keresés az ember szívébe. Aközben jó tudni azt, hogy Jézus is keres bennünket. És itt is a történet végén világosan kiderül, találkoznak vele, el kell menni Galileába, ott meg fogják őt látni, és meghallani őt. Keresés. Miért mentek ki, mert keresték? Miért ülünk most itt? Miért vagyunk húsvétkor itt, ebben a templomban? Azért, mert mi is keresünk. Akár bevallod, akár nem. Lehet, hogy nem tudatos, testvéreim, de a szíved, a lelked mélyén ott van a keresés. Uram, ó, hallottam annyiféle mesét, de egyik sem volt elég. Szívemben, lelkemben kiabáló lárma. Téged keres, felség, téged. Mert mögöttünk vannak a hétköznapok, csalódások, keserűség, talán fájdalom, szenvedés, halál. És érzem, hogy szükségem van az Istenre. Szükségem van arra a Krisztusra, aki feltámadt, és akivel lehet találkozni. Ugye ezért jöttél ide, mert keresel. Az ige mondja, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyittatik. Második üzenet ennek az igének, csak azok találják meg Jézust, akik hallgatják a róla szóló bizonyságtételt. Bizonyságtétel sokféle van ebben a világban, hol ilyen, hol olyan. Ma már egyre többször halljuk rádióban, látjuk televízióban azokat a megnyilatkozásokat, politikusok, költők, írók, művészek, hogyan vallanak, hogyan tesznek bizonyságot Krisztusról. Voltak, akik eddig hallgattak, csendben voltak, de hála Istennek felszabadulnak azok a félelmek, és megmerik vallani ezek az emberek televízió képernyője előtt is, hogy kiben hisznek. És ez jó, és örömteli, és örül a mi szívünk is, hogy itt Hajdunánáson is egyre többen merik ezt megvallani. Fiatalok, középkorúak vagy idősek, akik bekapcsolódnak, talán először még egy-egy húsvéti vagy karácsonyi istentiszteletbe. Aztán bekapcsolódnak a vasárnapi istentiszteletek közösségébe, aztán a gyülekezet szolgáló közösségébe. Bekapcsolódnak úgy, ahogy majd a köztünk lévő 9 testvérünk is, aki egy héttel ezelőtt konfirmált, és néhányan közülük keresztelkedtek, felnőtt fejjel és felnőtt szívvel, és itt vesznek először úrvacsorát ebben a templomban, ebbe a gyülekezetbe. Azok között, akik imádkoztak értük, azok között, akik várják őket, akik között itt vannak és itt lehetnek. És úgy van ez, ahogyan a mostani felnőtt konfirmándusok közül valaki megvallotta, meg kell erre érni, tiszteletes úr. Lehet, hogy a 8-10 éves kor még kevés. Lehet, hogy 10-15 éves, 16 éves korban máshol jár az ember esze, mert hát emberből vagyunk. Aztán eljön egy idő, eljön egy esemény, eljön egy cselekmény az életünkbe, amikor Jézus megmutatja magát, megindítja az ember szívét, menj, tedd, csináld, nem maradhatsz le, mert belülről valami késztetés van, és késztetés él a szívedbe. Legyen áldott ezért az Isten. Aztán van olyan bizonyságtétel is, amit nem régen hallottam. A kórházban egy idős férfi volt benn, idősödő férfi, és együtt feküdt a kórteremben egy fiatal emberrel, és amikor az egyik nap a fiatalemberhez bementek az orvosok,
nyíltan, mindenki előtt, ott a kúrteremben. Azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nem egy hét múlva műtjük meg, hanem holnap reggel készüljön. A levegő megdermett, szemek nézték a fiatalembert, és még az orvosok azt is hozzátették, azért szükséges holnap reggel a műtét, mert nagyon nagy beteg, és nem várhat. Jön az este, jön az éjszaka, este a kórteremben lévő társak még suttognak, vajon mi lehet, vajon hogy lesz. Megindul a beszélgetés, nem csak jó irányba, hanem rossz irányba is. Jön az éjszaka. Reggel felébrednek, oda mennek ehhez a fiatal emberhez, ez a középkorú férfi, és megkérdezik tőle, hogy hogyan aludt. Ő azt mondja, hogy jól. A középkorú férfi megdöbben. Hogyan lehet így aludni jól, mikor nem sokára következik a műtét? És akkor elmondta ez a fiatal ember, azért tudtam aludni, mert én a Krisztus kezébe tudom az életemet, akinek van hatalma engem meggyógyítani, megépíteni, és joga van bármikor hazahívni. És akármi történik velem, jó történik. És ezt úgy mondta, olyan egyszerűen, de olyan hitelesen, hogy nem hagyta nyugodni ezt a középkorú férfit, nem tudott szabadulni attól, hogyan lehet valakinek ilyen hite, hogyan lehet egy fiatal embernek ilyen hite, és akkor elkezdett kérdezősködni, aztán levette a Bibliát, olvasta, templomba járt és igét hallgatott. Ez is egy bizonyságtétel. Akik hallgatják a róla szóló bizonyságtételt. Az asszonyok se tesznek más, testvéreim. Csak hallgatják, hogy mit üzen Isten a küldöttön, az angyalon keresztül. Ők még nem látják Jézust, csak az üres sír. Semmivel sem voltak jobb helyzetben, mint mi vagyunk most. És azóta a történelem során, mióta átment abba másik dimenzióba Jézus, nem látta senki, de halljuk az igét, az ige hirdetéseket, a bizonyságtételeket, imádkozunk, igét hallgatunk, ünnepére járunk, úrvacsorát veszünk, és érezzük a közelségét. Harmadik és utolsó üzenet ennek az igének. Mi történik ezekkel az asszonyokkal? Azt olvassuk róluk, de az asszonyok gyorsan elfutottak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak, és íme Jézus szembe jött velük. Érzitek ezeket a fokozatokat, ezeket a lépcsőket, hogy először keresni, aztán ő is keres. Vagy miközben én keresem, ő is keres. Aztán hinni a bizonyságtételnek, hinni az Isten szavának, hinni a Bibliának. És aztán utána futnak félelemmel és nagy örömmel. És akkor jön velük szembe Jézus. És ezt most sem lehet kikerülni, testvéreim. Megvan a hitre jutásnak is a maga menete, a maga lépcsője. Itt húsvét délelőttjén ezt olvastuk. És aztán futnak, mennek, így foglalnám össze egy szóban, cselekszenek, engedelmeskednek. Engedelmeskednek annak, amit az angyal mond, hogy menjetek, vigyétek a hírt a tanítványoknak. És miközben elindulnak, futnak, rohannak, a közben szembe jön velük Jézus. Vagyis a hit az, testvéreim,
amikor komolyan vesszük, amit az Isten mond. Több mint 2000 éve. Nem kell elméleteket gyártani. Aki hisz, az elkezdi cselekedni. Ennyi az egész. Engedelmesen. Aki hisz, elkezdi cselekedni. Talán elkezdi cselekedni itt, az igehirdetés után, hogy ide jön az Úr asztalához, és elfogadja azt a falat kenyeret, és a korty bort. Ez is a hitnek a jele. Cselekedet. Nem nagy elméletek kellenek ide, hanem talán az, hogy hazamész, és amikor leülsz az ünnepi asztalhoz, akkor elmondod az imádságot, akkor megközödöd családodat, gyermekeidet, szüleidet, ha még élnek. Egymásra néztek, egy kicsit másképpen, mint a hétköznapokban, mert akkor mindenki fut, szalad és rohan, és magadban elmondasz egy imádságot, másikért és magadért. Aztán elmúlnak az ünnepek, jön a hétköznap, jön a munkahely, jön a hétköznap a maga feladataival, és megint sem valami nagy dolgokat kell cselekedni. Mi ebben tévedünk, testvéreim, mi mindig valami nagy csodát várunk. Persze, ha meg valami nagy csoda történik, akkor meg hajlandók vagyunk azt mondani, hogy véletlen, meg szerencse. Nem nagy csodát kell várni, a kicsi, apró jeleket kell észrevenni. És akkor megérzed és megtapasztalod. Igen, ott és akkor szembe jön veled Jézus, és találkozol a feltámadott Jézus Krisztussal. És ez egy csodálatos lehetőséget ad az életünknek. Eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel. A buslakodó, könnyező, szomorú, emlékező asszonyokból örömteli futók lettek. Miért? Mert ott volt a szívükbe, a lelkükbe a csodálatos, nagy hír, amit el kell vinni másoknak. És ezzel szeretném befejezni. Az a hit és az a szeretet, amit csak magadnak akarsz megtartani, el fogod veszíteni. Az a hit, amit tovább adsz bizonyságtételben, más többi emberek előtt, az megsokszorozódik benned. Az a szeretet, amit magadnak akarsz megtartani, és nem adod tovább, az a szeretet előbb-utóbb elfogy. Az annak a szeretetnek előbb-utóbb hiával leszel. Végül verssel szeretném befejezni bizonyságtételemet. Ennek a versnek a címe Húsvéti találkozás. Sokan sírnak őszinte könnyeket nagypénteken a bűneik felett. Sokan ülnek húsvéti ünnepet és zengnek hangos hálaéneket. Az én szavam tán nem hallja senki, de nekem is van mit megköszönni. Ha úgy látszik, a föld is megrepett, nincs fény sehol, csak kormos fellegek. Ha azt hiszem, hogy már senki sincs velem, ő előlép és megjelenik nekem. Némán tartja sebes kezét elém, én csak állok, ő közelít felém. Látjátok én? Így állt itt előttem, és békességét kínálja fel nékem. Alázattal lábához borulok, szívem tele, de szólni sem tudok. Csak letöllöm a hálakönnyeket, és megfogom a kinyújtott kezet. Ámen. A 340.
48. dicséretünk 5. versével válaszoljunk, testvéreim, az ige hirdetésére. A 348. dicséretünk 5. verse így kezdődik: cseleked szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és eképpen imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy ma is meg lehet téged találni. Az asszonyok sem láttak először, és nem úgy indultak el, hogy az a sír nyitva lesz. Mégis elindultak, mégis kerestek téged. Hittek az angyali szónak, a küldöttnek. Szomorúan elcsüggetten, és mégis csodálatos az a fordulás, ami történt az életükbe. Jaj, de nagy szükségünk lenne nekünk is erre a fordulásra. S talán már valami el is kezdődött szívünkben és lelkünkben, valami, amiért most is idejöttünk, hogy megköszönjük, hogy hálát adjunk, de magunk is érezzük, Urunk, hogy ez kevés. Több kell. Segíts minket abban, tudjunk mi is bizonyságot tenni, mint az asszonyok. Nem nagy szavakkal, nem nagy cselekedetekkel. Kicsi, apró életjelekkel, mely életjelek tőled jönnek rajtunk keresztül mások felé. Urunk, hálát adunk néked a mai nap lehetőségéért. Hú, hány testvérünket elkísértünk a temetőbe az elmúlt év húsvétja óta. Hányan könnyeztek köztünk? Hány és hány szívnek fájt az elválás, a búcsúzás? Hányan és hányan mentek ki úgy a temetőbe, temetőkbe, hogy megálltak, csak zokogtak, csak szemlélődtek, nem értették. Cselekedd, hogy szemlélőkből hadd legyünk hirdetők, hírnökök, azáltal, hogy megtapasztalunk téged, kegyelmedet, irgalmadat, végtelen szeretetedet. Hálát adunk néked, Urunk, azokért, akikért az elmúlt időben is imádkoztunk, és imádságunk meghallgatásra talált, mert meggyógyultak, vagy gyógyulásban vannak, mert megengedted, hogy hazajöjjenek a kórházból, hogy itt legyenek, hogy hálát adjanak velünk együtt. Nagy dolgok ezek, Urunk. Add, hogy mi is így lássuk ezeket az eseményeket. Örvendeztes most meg minket a veled való boldog találkozással, találkoztunk veled igédben és lélek által, hadd találkozzunk veled a szent jegyek által, itt, a megterített asztalnál. Előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk, részeltes halálodnak és feltámadásodnak
drága érdemeiben, édes gyümölcseiben. Vigasztald köztünk lévő gyászoló testvéreinket, vigasztald, erősítsd őket, töröld le könnyeiket azoknak, akik az elmúlt héten álltak meg koporsó mellett. Légy betegeinkkel, légy azokkal, azokkal a testvéreinkkel, Urunk, akik a televízió képernyőjén keresztül fogják nézni majd ezt az Isten tiszteletet. És ahogyan az elmúlt alkalommal is, ha bár ők nem lehetnek itt, de örülnek azoknak az arcoknak, életeknek, akikkel itt és most együtt vagyunk. Hallgass meg minket, feltámadott, élő Jézus Krisztusunk. Ámen. Fennállva mondjuk testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imánkat, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, így éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, testvéreim, ne féljetek, higgyetek. Én élek, ti is élni fogtok. Én elmegyek, mondja Jézus, hogy helyet készítsek néktek. Ha elmentem és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az Atyának kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak megváltó szeretete, a Szentlélek hitet, reménységet, szeretetet adó közössége legyen továbbra is mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Urunk, cselekedd meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szavad e gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ti néktek. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sakramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt levele a következőképpen. Én az Úrtól vettem azt, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, minek utána vacsorát volna, ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ámen. Hallottuk az igét, testvéreim, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja fel nékünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban, eképpen. Urunk, hozzád emeljük fel lelkünket, és téged magasztalunk. Méltó, igaz és csodálatos kiváltságunk, hogy megtehetjük ezt. Boldog kötelességünk, örömmel tesszük. Urunk,
Húsvét szent ünnepén, amikor elcsöndesedik körülöttünk minden, csöndességet kérünk lelkünkbe is. Azt a csöndességet, mely csöndben meghalljuk, imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Cselekedd ezt most is. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, ki elvállaltad érettünk a verést, a csúfolkodást, a kereszthalált. Dicsőítünk téged, örökké való Isten, ki nem hagytad őt a halálban elveszni. Nagy reménységünk ez nekünk is, és nincsen senkiben másban reménységünk az örök életre nézve, csak egyedül a fiúban, Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, Szent Lélek Isten, s kérünk, éreztesd meg ennek az órának, alkalomnak csodálatos örömét, varázsát és titkát, mert csak te teheted, Szent Lélek Isten, ki eléred szívünk és lelkünk mélységét. Mindenható édesatyánk, alázatos szívvel és lélekkel valljuk meg előtted a mi bűneinket. Vétkeztünk egymás ellen, megbántottuk a másikat szóval, gondolattal és cselekedettel, s mulasztásainkkal is. Bocsáss meg nékünk. Szeretnénk itt hagyni mindazt, ami elválaszt bennünket tőled és egymástól. Különösen örülünk és hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, azokért a fiatal testvéreinkért, akik most vesznek először úrvacsorát. Áld meg e titkot, e szentséges pillanatot értelmükbe, szívükbe, lelkükbe és akaratukba. Maradjunk csöndben, testvéreim, néhány másodpercig, és kiki a maga helyén, csöndes imádságban magában mondja el mindazt, amit Isten elé kíván tárni. Mondjátok utánam, testvéreim, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban. Ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk, testvéreim, a következő kérdésekre hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét,
Hiszitek-e és valljátok-e ezt? Én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszitek-e és valljátok-e ezt? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígéritek-e és fogadjátok-e ezt? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld nekünk, ami Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből, Jézus Krisztusnak, az ő egyszülött fiának érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, alázatos szívvel és lélekkel járuljatok a szent asztalhoz.